A Kék Mezben pályára lépő Tolna Möst, ezen a meccsen irányító másodedző Rebeland Gábor nem számíthatott a csapat egyik motorjára, Horváth Hannára, és a szintén alapembernek számító Bajcsi Krisztinára és Szőlősi Alexandrára sem. Érdekes, roppant küzdelmes, 2x20 percet láthattunk. Már-már úgy tűnt, hogy a futzálban oly ritka, gól nélküli döntetlennel zárul a megyei derbi, de az utolsó két perc bizony hozott változást. Szalkai Kitti, a tolnamözsiek tapasztalt játékosa gondolt egyet, és egy pattanás után legalább 12 méterről rátüzelt a Szekszárdia kapujára. A remek és helyezett lövést nem láthatta a takarás miatt a Szekszárdia Zombáról igazolt igen fiatal kapusa Kerekes, aki egyébként magának szép jövőt sejtető bravúrokat mutatott be az egész mérkőzésen. De itt és most kapitulált. A Szekszárda a hátralévő egy percben taktikát váltva egész pályán letámadban rohamozott, és abból a tűzi játékból, amit rendeztek a tolnamezsi kapu előtt, nos azokból egy szemfüles játékos egyenlíthetett volna, de ilyen az utolsó lövéseknél egy sem akadt, az újra Magyar Kupa 4-es döntős, és egyben címvédő sokra hivatott szekszárdi csapatban. Nagyon jól zártan védekezett a Szekszárd. Volt azért átlövés próbálkozásunk, de mindre kiléptek, blokkoltak, vagy a kapus védett. Itt van egy-két rutinos játékos, ezt így muszáj volt megoldanunk. Tudtuk, hogy fontos meccs, küzdöttünk, hajtottuk, bíztunk benne, hogy ezt be fogjuk tudni húzni. Nagyon fontos 3 pont volt most ez. A vezető edzőt, Bici Gábort helyettesítő másodedző, Rebeland Gábor hitt az utolsó perces gólban, de a látottak alapján nagy tétben nem mert volna fogadni erre. Furcsa ezt mondani futszálba, hogy egy gólos mérkőzés volt, de ez tényleg tipikusan az volt. Nagyon nehéz ilyen csapat ellen játszani, akik igazából szinte csak a védekezésre helyezik a hangsúlyt, és megszállják a kapu előtt a területüket. Ezek azért nehézek ezek a meccsek, mert az elején nem tudunk gólt találni, akkor egy ilyen mérkőzés kerekedik belőle, de végig hittünk végig a győzelemben, és hál' Istennek a végén sikerült betalálnunk. Jobban benne volt a mérkőzésben szerintem is a döntetlen. Hát mindegy, itt hibáztunk egyet sajnos, így elment a kapusomra, nem mondhatom ki semmit, mert igen, ez ki volt lőve úgy a sarokba, hogy kell. Hát ezzel igazából nem is volt probléma. A végén ott viszont érzek ott, mikor az ellenfél úgy eladta a labdát, és ott ugye egy az egybe ott üres kapura rá kellett volna fordulni, és azt egy kicsit higgadtabban kellett volna, de ez is a rutintalanság igazából. Úgyhogy... A szekszárdiaknak jó gyakorló meccs volt a Magyar Kupa 4-es döntőjére készülve, és a bajnokságban a biztos megmaradás elérésére ez. A tolnamözsnek pedig a felsőházi rájátszásba kerülésre, sőt, Horváth Hannával, Szőlősivel, Bajcsival kiegészülve bárki ellen esélyes lehet ez a mostani csapat a végjátékban. Hál' Isten létszámgondunk nincs, az edzés munkán is ez látszik, jó létszámban tudunk edzeni. Meg kell küzdeni a játékpercekért is, meg kell küzdeni az összes meccsért. Úgy gondolom, hogy van esélyünk a felsőházra, de nagyon szoros lesz a mezőny. Reménykedhetünk abban is, mi szurkolók, hogy a következő megyei futzál klasszikust már nézők előtt rendezik.